vagyunk, nagyon sokat tettünk azért, hogy egy olyan körülmények között, abban az időszakban, amikor az orvosi szakma nem volt degradálva, nem volt megbecsülve, akkor, és körülnézek valamennyien a korosztályban tartoznak, tudtunk gyógyítani, elvégeztük a legnehezebb egyetemet, mert az orvosi egyetem a legnehezebb volt, a legnehezebb szakma volt, hiszen az orvosnak éjjel-nappal rendelkezésre kellett állni, napi 14-15-öt ügyeltünk, sajnos Tócsi orvos úr, a hajdani főnököm, nincs itt fel, nem lehet itt mondani egy kicsit gyanakot, ami azt nagyon sajnálom, hogy Isten azért Isten végletetlen bölcsessége mindig jó dolgokra inti. Tudja, hogyha segít magán, az Isten is megsegíti, és hogy így nagy volt a probléma, csak merészebb lett attól, és neki állt nőt csinálni. Ahogy azt már mondanátok, mindenféle műanyagokból volt abban a nőben minden, bizony nem lesz könnyű dolgom végig is.